Hajdú Portré. Ismert arcok, vállalkozók, a közélet alakítói, akiket csak futólag ismerünk. Néhány perc az életükről, terveikről és vágyaikról. Csak itt, a Hajdú Portréban. Jó estét kívánok! Ki ne lenne kíváncsi Magyarország jövőjére, vajon mit hoz a 2012-es esztendő? Egyebek mellett erről is beszélgetünk Oláné Mednyánszky Krisztina hajdúszoboszlói asztrológussal. Köszöntelek nálunk! Pszichodráma vezető, okleveles asztrológus és egészségügyi diplomával rendelkező természetgyógyász is vagy. 2003. júliusa óta pedig a hajdúszoboszlói Artemis műhely vezetője. Mikor és miért indultál el ezen a pályán? Vissza kell nyúlni egészen korai gyerekkoromra, azt gondolom. Tehát mindig megvolt ez a fajta nyitottságom az emberi együttérzésre, a segítségnyújtásra, és kerestem saját magamat. Az önmegismerés útja az, ami elvezetett a különböző szakmáknak a kipróbálásához, illetve a megfelelő végzettségeknek a megszerzéséhez. Vannak, akik azt mondják, hogy az asztrológia egy kicsit misztikus dolog. Van-e bármiféle köze a misztikumokhoz? Ha megismerjük, akkor nem misztikus már ez a rendszer, hanem nagyon is mindennapokban, a hétköznapjainkban az önmegismerés, az önmegértés, és ezen keresztül a saját életvezetésünkkel kapcsolatosan egy nagyon klasszul használható rendszerhez jutunk. Misztikusnak mindig az tűnik, amit nem ismerünk. Misztikus számunkra egy orvosnak a tudása, mert hogy meghallgatja a tüdőnket, és azt gondoljuk, hogy hű, valami olyat tud ebből a hallgatáson keresztül kiolvasni a tüdőnk állapotából, amihez mi nem értünk. És alapvetően ez határozza talán meg a misztikumát ennek a rendszernek. Az asztrológia, mint kutatási terület középpontjában az önismeret áll? Én úgy gondolom, hogy igen. Különböző asztrológiai rendszerek vannak, és különböző asztrológiai iskolák. A régi korokban hozzá kapcsolódott nagyon, talán pontosan a misztikuma miatt az, hogy ez valami fajta jóslásféleleme. A mai korban az embereknek a fejlődése, az az igény, hogy már nem arra vagyok általánosságban kíváncsi, hogy mi az emberiségnek az útja, az emberiségnek a sorsa, hanem sokkal inkább önmagamra koncentrálok a mindennapjaimban. Azt szeretném megérteni, hogy velem mi történik, vagy miért az történik velem abban az időminőségben, amit pont tapasztalok az életemben. Tehát sokkal jobban önmagunkra vagyunk koncentrálva, és ezért én úgy gondolom, hogy a mai kornak a kihívásai között szerepel az asztrológusok szempontjából az, hogy pszichológiai ismeretekkel is rendelkeznünk kell, és ezen keresztül kell tudnunk segíteni az egyént, alapvetően azért, hogy önmagára rálásson. A tapasztalataid szerint a mai kor embere mennyire van tisztában önmagával, mennyire ismeri a belső énjét? Különböző tapasztalatokkal rendelkezünk, mivel a saját személyiségünkkel és önmagunkkal dolgozunk, az, akivel mi találkozunk a külvilágban, az valahol mindig önmagunknak a tükre. Tehát ahány asztrológust megkérdezel erről, valószínű annyiféle választ fogsz kapni. Én jellemzően szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból, hogy alapvetően olyan emberekkel szoktam találkozni, akik érdekeltek és nyitottak az önmegismerés irányába. Hiszem és vallom is azt, hogy az emberek felnőttek, képesek dönteni a saját élet helyzeteikről, és igazából az én feladatom, az én lehetőségeim azt adják a hozzánk forduló kliensek számára, hogy egyfajta iránytűt mutassunk, egy másabb rálátást az ő életére. A Magyar Köztársaság elemzését is elkészítetted néhány évvel ezelőtt. Ez egy ciklusra vonatkozik, egy konkrét időszakra, vagy arra az adott évre, amikor köztársasággá alakult Magyarország? Ha asztrológiában gondolkodunk, akkor ez egy fontos dolog, hogy mindig egy horoszkópot a születésnek az időpillanatára állítunk fel, és ahogyan egy egyéni embernek az életútjában is egy horoszkóp, az gyakorlatilag az élet kezdetétől az élet végéig tartó tendenciákat hordozza és mutatja, tükrözi számunkra. Ugyanúgy igaz ez egy közösség, egy város életében, vagy ha nagyobb tendenciákban gondolkodunk, akkor például a Magyar Köztársaság életében. Tehát a Magyar Köztársaság kezdő ábrája vagy születési ábrája arra az időpillanatra van felállítva, amikor kikiáltották a Magyar Köztársaságot 89. október 23-án, és ez a Magyar Köztársaságnak az életútjára vonatkozó tendenciákat önmagában hordozza. Tudjuk ehhez az alapábrához igazítani a saját eszközeinkkel mindig az aktualitást, tehát meg tudjuk nézni azt, hogy ami jelen pillanatban hatással van mindarra a változásra, amit tapasztalunk a szűk vagy tágabb társadalmi környezetünkbe is, azt milyen módon jelzik számunkra azok az energiák, amivel mi az asztrológiában dolgozunk. A Magyar Köztársaság elemzése során a jelenkorra, napjainkra, azokra a problémákra,
amelyekkel nap mint nap szembesül a magyar ember, vagy akár a világtársadalom is, de maradjunk talán Magyarországon, mi olvasható ki? Azt látjuk, hogy mindenképpen egy olyan fejlődési periódusban és ciklusban vagyunk jelen pillanatban, ami meghatározó változásokat követel, nyilván a társadalmaktól és a társadalmakban élő egyénektől egyaránt. Hogyha globálisan nézzük akár az egyéni életutat, akár a társadalmak életútját, akkor tudjuk, hogy minden valahol megszületik, fejlődik, kiteljesedik, és a kiteljesedés után általában valami fajta hanyatlás következik be. Vagy a hanyatlást mondhatjuk úgy is, hogy egy minőségi változáson kell keresztül menni. Jellemzően nyilván mindannyiunkat érdekel az, hogy miért az történik jelen pillanatban a világban, ami történik, forrongások, gazdasági világválságról beszélnek, nagyon sok nehézséggel találják szembe magukat az egyének a saját privát életükben is, akkor azt lehet mondani, hogy most egy 2008 és 2016 közötti 9 éves periódusnak, ha 2012-t nézzük, akkor pontosan a középső éve lesz. A középső pont az valami fajta átfordulási lehetőséget hordoz magában. Ha egy régi görög szóhoz kapcsolódom, akkor a krízis szót kell használnom, ami a köztudatban jellemzően inkább valami feszültséget, nehézséget kapcsol magához. Félnek az emberek a krízisektől. Ugyanakkor a krízis mindig magában hordoz egy tovább lépést, egy megváltozott viselkedési mintát, egy más típusú gondolkodásnak az elsajátítását is. Ebben vagyunk benne most, és ebben segít bennünket mindaz a hatás, amit a saját bőrünkön akár pozitívnak, akár negatívnak tapasztalunk, körítve nyilván a gazdasági és társadalmi folyamatokkal, de mindenképpen a tudatváltozást, a gondolkodásmód változást és a nagyon materiális értékrend, értékszemlélet változását hordozza magában ez a 9 éves periódus, amiben most jelen pillanatban benne vagyunk. Olvasható-e a csillagok állásából az, hogy a 2012-es esztendő közepe után az átfordulás milyen időszakot hoz Magyarországnak? A saját önállóságunkat, a saját identitásunkat ország tekintetében meg kell találnunk, stabilizálódnunk kell, saját erőforrásainkra támaszkodva, ha kell, bizonyos értelemben lemondásokon keresztül, takarékosságon keresztül kell felépítenünk egy új rendszert. Ez a Magyar Köztársaságnak asztrológiailag nézve mindenféleképpen egy komoly életfeladata. És hogyha visszakapcsolódunk a 2012-es évhez, akkor ebben a tekintetben fog számunkra mindenképpen fordulópontot hozni. Minden önismereti munkának végül is ez az alap célja, hogy az egyén eljusson oda, és egyben a kiinduló pontja is az önismereti munkának, hogy felismerem, hogy ami velem történik az életemben, azért én felelős vagyok. Vannak környezeti hatások, de ahogy azzal én hogyan vagyok együtt, hogyan reagálok rá, hogyan viselkedek, mit hozok ki azokból a dolgokból, amivel én találkozom, az már mindig azon múlik, hogy én mennyire vagyok tisztában önmagammal. Magyarországon belül hajdúszobosztó, hogy tud helytállni? Mit mondanak erről a csillagok? Most nehezet kérdeztél, mert hogy hajdúszobosztó képét jelen pillanatban nem néztem. Csak azt tudom mondani, hogy itt is hajdúszobosztó ugyanúgy egyénekből áll. A város arculatát tekintve egyébként hajdúszobosztó, ha asztrológiai jegyről lehet szó, akkor egy vízöntő tendenciát hordoz magában. És a vízöntő az mindig híres volt arról, hogy kicsit forradalmár, kicsit elöljár, kicsit szellemibben képes, másikon képes gondolkodni, és nyitott az új dolgoknak a befogadására, így a más kultúrákkal való keveredésre olyan módon, hogy ebből a keveredésből a pozitívumot be tudja építeni maga számára. Milyen emberek jönnek ide, kik telepednek meg, és nyilván akik itt élnek, azok milyen talentummal és hogyan tudják segíteni a közösségnek a fejlődését. Bízunk abban, hogy ez a fajta vízöntő szemléletmód, ez hozzájárul ahhoz a reformhoz, pozitív továbblépéshez, előremozításhoz, amire szükségünk lesz a jövőben. Mikor kerülhetünk ki ebből a mindenki számára nagyon kedvezőtlen mutatókkal ellátott helyzetből? Most olyat kérdeztél, amitől lehet, hogy egy kicsit megriadnak a hallgatók, ahogy beszéltem róla, hogy egy 9 éves ciklusban vagyunk. Ez a 9 éves ciklus jellemzően olyan globális folyamatokat hordoz magában, amit hogyha szimbólumban, képként szeretnék megvilágítani, akkor a főnix madárnak az energiájára utalnék leginkább. A főnix madár az egy csodálatos, gyönyörű, misztikus lény is egyben, valami olyan fajta erőforrás és újjászületés szimbolizál az emberiség életében, ami egy pozitív jövőképet
tud oda festeni. Igen, de azt is tudjuk, hogy a főnix madár hátterében mindig ott van az, hogy az előző főnix madár elpusztul, hamvaira hullik, elég gyakorlatilag, hogy utána egy még nagyobb, még teljesebb lény tudjon újjászületni. Ez a főnix madár folyamat zajlik ebben a 9 éves ciklusban, aminek a kezdete, ahogy utaltam rá, 2008 volt. Ezzel indult el egy új ciklus, és a vége 2016. Hibás az az elképzelés, hogy önmagunkon kívül keressük az okokat, a bűnbakokat azért a helyzetért, amiben éppen benne vagyunk. Órák választanak már csak el a következő évtől. Hogyan fogalmaznád meg a 2012-es év üzenetét az emberek felé asztrológiai szempontból röviden? Talán az előző mondataimban benne volt ez az üzenet, hogy változást élünk meg, a változás egyben kiemelt lehetőség arra is, hogy valami újat hozzunk közösen létre. És ebben az újban lássuk meg a saját helyzetünket, találjuk meg a saját szerepünket, vállaljuk fel életünkért a felelősséget, hogy ami velünk történik, azért mi mindig hathatósan tehetünk. Boldog új évet kívánok neked. Boldog is, és jó munkát a műhelyben. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Önöknek is megköszönöm egész éves figyelmüket, a Hajdú portré folytatódik 2012-ben is, várjuk Önöket minden héten. Boldog új évet kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!